Sziasztok! Kicsit most arról szeretnék beszélni, hogy milyen az, amikor egy róka vedlik. Szöszinél ez nagyjából olyan, hát májusba kezdődött, ha jól emlékszem. Ez általában abban szokott kezdődni náluk, hogy ő a lábuk, ugye a két első lábukon, ez van ez a kis fekete zokni, ez elszürkül teljesen. Ez az egész lába ilyen szürkés lesz, és utána kezdődik ez, hogy újra vissza fog majd fekete zoknivá változni, és a vedlésnek a következő fokozata pedig az, amikor már a lábai kezdenek el így kopni. Átváltja ezt a kis egyszerű kis szőrzetre. Ugye neki a téli bundája az ilyen sokkal hosszabb, legalább a háromszor hosszabb, mint a normális hagyományos szőrzete, illetve alatta vannak ilyen kis szürkés ilyen szőrzetek, és igazából neki a lábaitól kezd el felfelé kúszni, de a háta felé, és mindig az első, illetve a hátsó lábán is, itt jól látható szöszin, hogy ez itt már elég jól így ki van kopva. Úgyhogy ez itt szép lassan elindul náluk, és majd ott a hátán valahol ott összeér. Úgyhogy maga ez a vedlési folyamat, ez egy elég lassú, legalábbis itt nálunk háztartáson belül, ugye ez egy jó 4 hónapot eltart legalább. Jó van, Szöszi, nem áll a hátam, mert ez nem esik, szegény szétharap mindig. Ez a fő játéka, én cselkedik vele, hogy foglalkozzak. Jó van, jó van. Úgyhogy kint a természetből biztos gyorsabban megy ez a vedlés, mert ott az elég sok minden bele tudnak akadni bozótusokba, oda tudják dörzsölni magukat, de itt ugye ilyesmi nincs, itt maximum én elkezdem itt fésülgetni, és szépen kiszedem belőle. Úgyhogy lényegében Szöszi, amire így levedlik, addigra már kezdheti vissza növeszteni a kis bundáját is. Illetve amit még észrevettem, az, hogy eléggé viszket neki a bőre, mert sokat szokott ilyenkor vakarózni ebbe az időszakba. Úgyhogy biztos így egy kicsit irritálja azt, hogy vedlik. Jó van, Szöszike, na, jó van. Olyan jó érzés, amikor szétharapják az ember kezét. Ugye? De kis ragadozó. Jó van. Az emberekben tévkép alakult ki a rókák kinézetével kapcsolatosan, mert a legtöbb interneten fellehető róka az igazából a téli bundájával van felrakva, azaz a lomposabb, nagyobb, szebb bundára értem, és amikor látnak egy ilyen nyáron ugye levedlett rókát, akkor teljesen másképp néz ki, és akkor azt mondják, hogy milyen kis karcsú. Ugye a Szösziről is ezt szokták mondani, akik meglátogatják, egyébként lehet jönni hozzá nyugodtan látogatni, most már szuvenír is van, úgyhogy azt is lehet itt nálunk venni. Szokták róla mondani, hogy ilyen kis vékony, sokkal vastagabbnak tűnik a videóban. Hát ezért mondom, hogy a videóban egyébként nagyon sok mindent csal ez a dolog, de ezt össze igazából ő annyit teszik, amennyit akar, hiába adok neki többet, akkor se hallandó enni, inkább elássa, hogy ott hagyja. Röviden most ennyi lett volna ez a kis videó, majd hamarosan megint jelentkezünk. Jó van, Szöszi, ne harapdád, váltam ott te! Nincs elkedős kis rossz vagy, áó! Nézd, már megtámadott a kis vámpír! Jó van!